A gyirmati klubvezetés még télen kereste meg a 12. Arabon a légvédelmi rakétaezredet a katonai összekovácsoló tréning ötletével, de a legutóbbi 5-1-es vereség után talán a mostani volt az ideális időpont. Az alakulat nem először rendezett ilyen jellegű programot. Az előző években a győri Audietó és a Moson-Magyaróvári KC női kézilabda csapata töltött el egy küzdelmes, de maradandó élményekkel teli napot a rakétaezred laktanyájában, kedden délután pedig a férfiakon volt a sor. A fiúkat abban próbáltuk felcsigázni, itt az Audietós lányok azért kiválóan helyt álltak, a óvári lányok is kiválóan helyt álltak, tehát a léc az magasra fel van nekik téve, de biztosítjuk, hogy meg fognak neki felelni, még ha esetleg kicsit keményebb is lesz, mint a lányoknak. A labdarúgók gyorsan rájöttek, mi vár rájuk, és megtanulták, jobban járnak, ha a katonás fegyelmet komolyan veszik. Csesszegi törzszászlós, a kiképzés parancsnoka keményen utasította csendre a srácokat, és a kellett fekvő támaszokkal nyomatékosította a parancsot. A játékosok egyenruhába bújtak, hatástalanított gépkarabét, sisakot és gázállatot is kaptak a próbák elkezdése előtt. A tréning során rengeteg feladattal készültek a szervezők a laktanya sport és akadálypályáján. A polgári életben nem ez a hangnemhezés, ez a fegyelemhez van szokva a mai fiatalság. Bennem déjà vu érzést kelt, hiszen én a 68-tól 70-ig a szocialista néphadseregbe átestem hasonló kiképzéseken. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó, hogy mondjam, információ, hogy egy csapat, aki küzd egy célért, vagy védi a hazáját, vagy az országát, vagy éppen a saját pátriáját, hogy az alap a fegyelem és a csapat szellem. Én úgy gondolom, most ízelítőt kapnak a srácok. A feladatok között volt gépjárműtolás, lőszeres láda cipelés, sebesült szállítás, kúszás, kézigránátdobás, tárazás, gépkarabé szét és összeszerelés, lövészet, gázállat használat és az egyenruhás testületeknél elmaradhatatlan alaki foglalkozás. Tették mindezt úgy a srácok, hogy helyenként tűzharcban álltak az ellenerővel. A Gyirmot FC Győr focistái sikerrel teljesítették a kemény feladatokat, így emlékoklevelet vehettek át az alakulat parancsnokától, a csapatépítő tréning végén pedig egy vacsora is belefért a programba.